hova rakhatta el? Komolyan mondom, mindent el tud pakolni, úgyhogy sose fogom megtalálni. Ezt ne... Aha! Szóval itt van! Na, akkor ezt én most leszedem. Legyen mondjuk ez! Na hát utoljára felkaptam még nektek ezt a harmadosztályú foci mezt, vagy nem is tudom, hogy mi ez, amikor megláttuk, én nem hittem el, hogy minek rá ennyi csicsa, minek rá ennyi csillag. Na mindegy, most már ez is megvan. Hát sziasztok, üdvözlök mindenkit ebben a mai videóban. Exatlon tematika lesz, szóval hogyha nem követted az exatlonos karrierem, meg úgy nem érdekel a téma, akkor ez most nem a te videód, akkor majd a következőben jössz te, úgyhogy ezt most ne nézd meg. Ellenben becsületből ezt most már megcsinálom. Megígértem nektek, amikor megérkeztem, hogy csinálok még egy utolsó kérdez-felelek videót. De húztam, halasztottam, nem volt abszolút kedvem hozzá. Valószínűleg le is kellett, hogy így ülepedjen ez az egész, azért hosszú idő volt az, amit kint töltöttem. Most már úgy tudom, hogy mi az, amit értékelek, mi az, ami még rosszabb volt, de tényleg kellett egy kis idő, úgyhogy bocsánat, és köszönöm szépen nektek a türelmet. Itt még nem is videóztam, látjátok milyen jó kis videós spotot rendeztem itt, de remélem, hogy jó lesz a fény, meg hallatok is. Az árnyékom az itt van, úgyhogy innen is sziasztok. Na de kezdjük is el, 10 kérdést választottam ki, ilyen kategóriákra bontottam, mert nagyon sok ugyanolyan kérdés volt, úgyhogy ez a 10 kérdés remélem, hogy így nagyjából átfedi azt, amire kíváncsiak vagytok. Nyilván kimaradt egy csomó minden, írjátok le a komment szekcióba, és lehet, hogy még ott válaszolok, de ezt egyáltalán nem ígérem meg, mert kicsit elég volt ebből az egészből, nem tudom, hogy ez majd itt közben ki fog-e derülni, hogy miért, de kezdjük is az elsővel. Na, ezt nagyon sokan kérdeztétek, mentő. És tulajdonképpen ezt már tavaly is megválaszoltam, meg a Ninja kapcsán, és hogy mennyire átverés, mennyire valóságos ez az egész. És olyan furcsa, hogy az ember egyből azt feltételezi, hogy ez az egész megrendezett, mert egyszerűen tényleg ilyen a mai világ, most így az influencer életbe is gondolok erre, meg így tényleg egy csomó tévés műsorról így leri messziről, hogy ez meg van írva, meg minden. De nem. Tehát, hogy azt kell mondanom, hogy ez az egész, most nem tudom milyen szempontból, de nem átverés és nem megjátszott. Szóval azok a szituk, amik ott vannak, most szerintem erre gondoltak, hogy mennyire kreáltak a konfliktusok, meg hogy kivel kell jóba lenni, hogy semmilyen nincs. Olyan nyugalomban élünk ott bent a játékban, többnyire mindenki jóban van mindenkivel, és amik vannak így konfliktusok, nézeteltérések így a pályán vagy bármi, azok valósak. Tehát figyelj, azért össze van zárva itt mondjuk 10 vadidegen ember 0-24-ben, tehát nem az, hogy például a faházból nem tudsz elvonulni. Hát nagyon kíváncsi lennék bárkire, aki nem akad ki így a másikra egy picit. Szóval ezek valós konfliktusok, mindenkinek van, valakit zavar a csaszogás, valakit a csörömpölés, valakit az, hogy valaki sokat eszik, valaki keveset, blablabla. Bla, bla. Szóval, hogy ezek tök természetes dolgok, de azért ilyen nagy ügy nincs ebből. Itthonról, ugye a tévén keresztül, ahogy én is néztem, hogy tényleg úgy tűnt, hogy hát itt nagyon-nagyon a légkör nagyon ilyen stresszes, meg feszül, de hogy ezek ott kint egyébként nem olyan nagy dolgok. Amikor így tényleg a kamera pont veszi, hogy valaki lemegy beszélgetni a medence partjára másikhoz, az úgy nyilván megvan valamennyire kreálva, hogy menj oda beszélgetni, de hogy a téma, meg minden, nincs megmondva, hogy mit kell mondani. Amúgy is megbeszéltük volna ezt külön, de hogy nektek is legyen mit látni, ezért azt a medence partján teszik meg, úgyhogy vesz az operatőr. Szóval nincs megjátszva ez az egész. Hú, ez így jó hosszú lesz, bocsánat. Második kérdés, miért nem élveztem? Vagy épp miért élveztem? Igen, mert sokan kérdezitek, hogy mi az, ami nagyon nem tetszett, meg mi az, ami tetszett. Hát ami nagyon nem tetszett nekem, hát az maga nyilvánvalóan az, hogy a családomtól messze vagyok, de hát ezt mi vállaltuk így be, és utólag nem bántam meg, tavaly sem, meg most sem, de amit bent nem élveztem most, ami konkrét hatással volt rám, az a rengeteg kamera, mindenhol stábtagok, és most nem a stábtagokkal van bajom, hanem hogy maga az egész rendszer, tehát az, hogy mindenben van kamerázva. Itt, miután hazaértem, én egy hétig szerintem minden este felriadtam, hogy egyrészt, hogy hol vagyok, plusz amikor így beszéltem, hogy van-e rajtam mikroport, mert mit tudom én, nem tudom, biztos sokat káromkodtam, amikor ideges voltam, azt most nyilván nem akartam, hogy mindenki hallja, ez az én saját dolgom. Ja, tehát az, hogy cseréljek egy boxert, az be kellett fordulnom a fal felé mondjuk a faházba, mert tényleg mindenhol kamera van, szóval hogy ez
az nagyon frusztráló egy idő után, hogy így ennyire mindenki lát rólad mindent, még ha ezeket nem adják le, de akkor is egyszerűen zavar, a zavaró. Képzeld el, hogy folyamatosan vesz egy kamera, nagyon idegesítő. És ez így ettől egy kicsit elkezdesz szorongani, nyilván megtaláltuk azokat a helyeket, ahol semmilyen kamera, semmilyen mikrofon nincs, ott a faháznál is, meg a villánál is. Ott nagyon sok időt is töltöttünk el, de ez például egy tök nehéz része. A másik meg az, hogy ez egy forgatás, tehát itt, amit így magamban így leszűrtem a tévézésről, hogy mi is az, a tévézésnél, vagy az ilyen tévéműsorban mindig sietsz valahova várni. Roppant idegesítő, hogy folyamatosan sietetnek, de bárhova mész, ott még akár órákat vársz. Úgyhogy ezek voltak, amik nem tetszettek, amik meg nagyon tetszettek, az pedig az, hogy a sok várásban én mindig próbáltam ezeket hasznosan tölteni, és itt a hasznos rész az volt, hogy pihentem. Csak bámultam a leveleket, a felhőket, és a legjobb dolog az, hogy nem volt telefonom 2 hónapig. Nekem azért valamelyest ez a munkám is, ezen ügyködök folyamatosan, és hihetetlen jó volt így 3 hét után, hogy tényleg egyszerűen nem is várod, nem csörrenhet meg a telefonod, és annyira így lenyugszik a pszichéd, a tested is így, szerintem teljesen más, hogy tehát ez egy folyamatos stressz forrás, és teljesen máshogy gondolkodsz, és ezt nem tudom most itt elmondani nektek, ez egy hatalmas spirituális kirándulás volt nekem, de borzasztó jó érzés volt, úgyhogy ha tehetitek, csináljátok olyan napokat, hogy megszabadultak a telefontól. 3. kérdés, mennyire voltak nehezek a pályák? És itt akkor a kedvenc pálya meg a legrosszabbat is mondjam el, ezt így sokan írtátok. Na, tehát, hogy azt itthon is elmondtam már sokszor, most is úgy gondolom, hogy az, hogy kinyeri az adott futamot, az ügyességi múlik, szerintem egy 70-80%-ban biztos. A pályák úgy vagytok ti is a tévén keresztül, meg én is, hogy jó, azon úgyis végig megy mindenki valahogy. Sokkal nehezebbek, mint ahogy látszik ez a tengeralattjárás, ez a sárga, meg alapból az összes esti pálya azért ott kint hatalmas a pára, este az lecsapódik az eszközökre, és minden csúszik. Nehezek a pályák, tehát hogy itt nem az a kérdés, hogy a 100 métert is bárki le tudja sétálni, de itt az a kérdés, hogy milyen gyorsan tudod ezt megtenni. Tehát ezeken a pályákon gyorsan végig menni nagyon nehéz. Nagyon balesetveszélyes, hatalmas koncentráció, figyelem szükséges hozzá. Szóval nehezek, tényleg. A tengeri pálya is, az ilyen hajóroncsszerű, tehát ez életveszély. Te is lehet, hogy végig tudnál rajta menni, de ilyen gyorsan nem. Ezt így állítom. Melyik volt a kedvenc pályám? Nekem pont így a sebesség miatt, nekem a speed volt egy ilyen pálya, mert az egyáltalán nem balesetveszélyes, szóval egy egyszerű pálya. Ellenben így az atléta múltamból adódóan gyorsan végig tudtam rajta menni, úgyhogy nem is fáradtam el. De majdhogy nem minden pályát szerettem, amit egyáltalán nem is, csak egyszer kellett szerencsére végigmennem rajta, az a saras pálya. És azt is elmondom, hogy miért. Az a sár lé belemegy a szemedbe, semmit nem látsz. Undorító szint. Másrészt az a sár nem annyira tiszta sár, de hülye hangzik, de hogy tele van kavicsokkal, kagylókkal, azért ez egy folyóparton van, és onnan merték ki ezt a földet, amit így felvizeztek, és abból lett a sár. Szóval, hogy tiszta karcolás, tiszta vágás voltam a futam végére, nagyon nem szerettem. 4. kérdés, ez Ramihoz szól, mennyire tetszett a rajzolós feladat, mennyire volt ügyes Dani? Kérdezzük meg őt! Azok alapján, amit láttunk, az első körben nem nagyon-nagyon béna volt. Én mondtam is neki. Hát nem találtatok ki semmit. Viszont a második körül meg előjött az igazi Dani, amilyen itthon vagy. És nagyon ügyes volt. Akkor tetszett? Tetszett, hát. Összességében jó volt, hogy voltél rajzolós? Örültél, hogy láttál? Én nekem nagyon tetszett az activity-s dolog egyébként, és te voltál legjobb a csapatban, úgyhogy aggódtam a többiek miatt. Most már lekeverem. És itt meg felírtam magamnak egy olyan dolgot, amit nem kérdeztetek, de engem például a játékban zavart, hogy ez a rajzolósdi, meg ezek a minigémeknek, ezeknek mennyire volt létjogosultsága itt a versenyben. Arra gondolok, hogy a rajzolásra is lehetett karkötőt szerezni, amit utána, tehát abból 3-at beváltottál, akkor az medált jelentett, ami viszont befolyásolt az egész karrieredet, az egész pályafutásodat is szó szerint is így a játékban. És én ezt, hát én azt mondom, hogy dönts el mindenki maga, de szerintem ez ilyen, értem, hogy miért volt jó ez az activity, mert egy kicsit így közelebbről más szituációban is megismerhettétek a játékosokat, megismerhettetek bennünket. És vicces is volt, belül is élveztük, de jobban örültem volna, ha ott egy tortát nyer a nyertes csapat, és nem egy karkötőt, amivel utána egy medált szerezhetett, és tényleg akár a játékban
maradást is abszolút befolyásolta. Szóval ez nekem egy ilyen, nekem ez furcsa volt, hogy az előző években csak azt számított, hogy a pályán hogy mész, hogy dobod az ügyességét, és tényleg az a legjobb maradjon bent, és egy ilyen activity szerintem furcsa, hogy befolyásolhatta a játékot, de ezt nem tudom, mindenki döntse el maga, írjátok le egyébként erről a véleményeteket a komment szekcióba, kíváncsi vagyok rá. Ugyanitt gondolok a kézilabdás, vagy arra a homok kézire is, hogy az is, én csapatsportban jó vagyok, kézisztem, tanultam, de hogy ott is jobban örültem volna valami nyereménynek, és nem medálnak az egész csapatnak. Tehát, hogy nekem ez egy kicsit így furcsa volt, vagy voltak ilyen dolgok, amikkel én nem annyira értettem egyet, nem annyira tudtam azonosulni, és ez is fura volt, hogy például a végén miért nem használhattam fel a medálomat. Na mindegy, menjünk tovább a következő kérdésre. Dani, úgy éreztem, más volt a fizikális erőd, mint tavaly. Te hogy érezted? Ez Boti kérdezte. És itt szerintem ebben benne volt az, hogy ő szerint úgy érezte, hogy tavaly jobb voltam. Lehet, hogy a harmadik évadban, igen, ott az elején mondhatom, hogy talán én voltam a legjobb, Bálint meg én. Más volt a kontraszt, azért itt ebben az évadban a legjobbak voltak. Itt persze nem voltam annyira kiemelkedő, bár szerintem ettől függetlenül egy átlagnál egy kicsit jobb játékos voltam. De ha most csak itt a fizikális képességeim, mert vizsgáljuk, vagy hogy miért nem voltam annyira jó. Szuper állapotban voltam össze, de képzétek el, úgy jöttem ki a játékba, hogy én szilveszterkor elkaptam a Covidot, és én ott a kiindulásra még nem mozogtam egy centit se, egy méter se. Szóval nagy borzasztó állapotban voltam, azért eléggé leszedált, hogy így nem volt különösebb bajom, de így fizikailag nagyon legyengültem, és úgy kerültem ki a játékba, és nagyon, tehát az első héten, ahogy láttátok is, tehát annyira kapkodtam a levegőt a pályákon, hogy tényleg ilyen ájulás közeli állapotban voltam. Szóval nem tudtam úgy felkészülni. Tavaly iszonyatosan jó volt a kondim, amikor kiérkeztem a játékba. Úgyhogy ez abszolút ennek volt köszönhető. A végére azért szerintem felvettem a ritmust, meg úgy összejött a forma, ahogy szerettem volna. De nekem még így is kellett volna egy 2-3 hét. Nagyon sokat számíthat, hogy nem az elején mentem ki. Úgyhogy ez most így alakult. Na és a következő kérdés. Mi a véleményem Dani győzelméről? Hú, erről nagyon sok kérdés jött. Kezdjük is el. Én gratulálok Daninak, megérdemelte. Ugyanis ezt a játékot az utolsó nap, utolsó futamának, az utolsó dobásakor kell megnyerni, és ez ő volt, ez az ő személye volt. Tényleg a héten így az egyéni szakaszban nem remekelt, én is voltam egy totemre, még, tehát nem is a Dani elleni meccsen, hanem az előttén, amikor tudjátok, egyenesen be lehetett kerülni a döntőbe, egy totem és egy dobás választott el azon a nagy lengő izén, hogy Bálintot megverjem és a döntőbe kerüljek. Ez egy ilyen játék, iszonyatosan jól választott Bálint ellen ügyességét. Szerintem erről egy egész videót tudnék beszélgetni, kielemezni Danit, de akár de bárkit egyébként, saját magamról is. Ő volt a legjobb aznap. Az, hogy az előző napokban nem volt ennyire jó a játék, bár ellenem nagyon jól ment, ismét csak. Ez ilyen. Jól alakította a dolgokat, jól alakultak neki a dolgok. Azért a legjobb statisztikája jó bajnok játékos volt nagyon sokáig. Most az, hogy az előző napokban például nagyon sokszor megvertem, és az elődöntőn nem, azt is kellett biztosan, hogy a karika, a közepes karika legyen rá arra az oszlopba, amiben ő nagyon jó. Tehát tényleg nagyon kevésszer kapott ki az egész játék során. De én is jó voltam benne. Tehát, hogy ez megint egy olyan dolog, hogy aznap neki jobban ment, megérdemelte. Ugyanez Bálint ellen is. Neki aznap az jobban ment, kész. Ez egy ilyen. Lehet az, hogy elmész egy bármilyen távolugró versenyre, hogyha gyakorláson meg itthon megugrottad a mit tudom én 6 métert, de a verseny csak 5-30-at ugrasz, azt senkit nem érdekel, ott kell teljesíteni. Kész, Dani odaállt és lehozta. Kaja téma, hú, de rengeteg mindenkit érdekelt ez, hogy mit ettünk kint. Na először is, a szögezzük le, hogy a faház az iszonyatosan putri, egy WC ott mindenkinek, meg tényleg a falakon átfúj a szél, ki tudod dugni ebbe az ujjadat. Borzasztó körülmények, de kaja szempontjából egyébként jól voltunk tartva, nem éheztünk a lényeg az a faházban se, a villában jobban el voltunk látva, de amúgy ugyanazt eszik a faházban is a játékosok, mint a villában, csak nem olyan mennyiségben, meg lehet, hogy így egy-két, mit tudom, egy szósz, vagy egy-két ilyen kis aprósággal jobbak a kaják. Ugye alapvetően, mivel Karib ország, óceán, tengeri térség, ezért rengeteg
seafood volt, nagyon sok rák, tintahal, laza stonehal, szóval fú, én imádtam az első hónapban, szerintem nem is én ettem csirkét meg marhát, mert amúgy ez is volt, rengeteg sali, rizs volt mindig, egyébként ilyen csicseri borsó. Jó kaják voltak összességében, szóval én nagyon szerettem, hiányoznak is az ottani ízek. Nagyon ott az ananász, az a világon a legfinomabb szerintem ott. Gyümölcsök is voltak, szóval ja, nagyjából így nézett ki. Milyen nehéz visszaállni a mindennapokba? Hú, erről nem is tudna mesélni. Hát, na ez nagyon nehéz volt. Tehát ott azért egy kicsit így lenyugodott az ember. Még hogyha az a versenyzés nagyon izgalmas is volt, azért a 24 órából az annyira nem sok. Tehát nekem itthon, hogy itt van a picúr, meg nagyon pörgős az életünk, nekem ez egy hatalmas ilyen lassítás volt, és úgy is érkeztem ide-vissza, hogy ilyen nagyon türelmes volt, amit nem igazán tudtam idegeskedni semmén. Rami meg hát ugyanabban a mókuskerékben van, amiben én is voltam, amikor kijöttem. Szóval egy tökre elmentünk egymás mellett, amúgy ez egy ilyen szempontból érdekes kérdés, hogy az első két hétben így tök fasírtban voltunk, nem találtuk a közös hangnemet, a közös ritmust, tehát így példa, hogy Rami vezetett, én nem is akartam kocsiba ülni, mert mondom, én nem bírom el ezt a pesti forgalmat, így az első két napig, igazából csak kihasználtam, hogy vezessen, és dudált, előzgetett jobbról balról, én meg így most az minek kell, tehát most 10 másodperccel hamarabb odaérünk, és amúgy én is ilyen vagyok, tehát hogy én is sem szeretem, ha előttem tötymörögnek, meg nem indexelnek, meg de hogy így most, amikor így visszajöttem a játékból, ezek így teljesen hidegen hagytak. Tök más dolgok voltak kint a fontosak. Valamennyit egyébként félre tudtam tenni itthonra, most is tavalyról is egy csomó mindent kaptam ettől az egésztől, és most is. De hogy nehéz a visszaállás arra, hogy idegeskedj meg újra feszült legyél, meg stressz, stressz, aki nem volt sok stressz, az volt a jó az egészben. Ettől függetlenül nagyon jó itthon, és nem mennék vissza. Milyen érzés volt kiesni? Hát, ez egy ilyen furcsa dolog, ezt ott is elmondtam, ilyen felszabadító. Pont emiatt 2 hónapja voltam már bent. Igazából úgy voltam már vele ott az egyéni héten, hogy nekem már minden nap ajándék, tök jó, ott vagyok a legjobb 5 fiúban. Csak egy All-Star. Nekem ez tök elég, úgyhogy amikor kiadtam Danielen ott a maxot, pont egy tengeri pálya volt, jó ügyességük voltak, szóval így volt bennem egy ilyen megnyugvás, hogy jöhetek haza a családhoz, mert már elég volt. Hogy jött, hogy levágjam a hajam? Egyszer voltam már kopasz, amikor leadtam a szakdogámat, azt hiszem. Igen, BSC-n, hát az is egy fú, még aznap délelőtt is írtam aztán. Na mindegy, szóval úgy voltam akkor is vele, hogyha ez sikerül leadnom délelőtt 11-ig, akkor levágom kopaszra, nem tudom miért, de akkor ezt már megtettem is. Most meg, amikor kint voltunk, én a faházba voltam nagyon sokat az elején, 3 hetet, tusolni mindig, nem száradt meg a hajam, azért este hideg van, úgyhogy úgy voltam vele, amúgy meg, hogy Rami nincs ott, hogy le fogom vágni kopaszra a hajam, csak úgy poénból. És akkor igazából Bálinttal volt egy ilyen fogadás, a második héten azt mondta, hogy ha lesz egy olyan nap is, hogy nem szerzek pontot, akkor kopasznak kell lennem. És igazából ott fordultam át, és utána szerintem minden nap hoztam pontot, úgyhogy emiatt nem tudtuk volna levágni, és akkor mondtam neki, hogy figyelj, nincs itt Anna se, Rami se, toljuk le a fenébe, sokkal kényelmesebb. A Bálint meg kapó volt rá, neki volt már sokszor rövidebb a haja régen, úgyhogy tetszett neki, úgyhogy neki láttunk. És nem bántuk meg, mert most is folyamatosan vágom vissza, mert nagyon élvezem, hogy rövid a hajam. Na és meg felírtam plusz egyet, ez igazából egy kérdőjel az én részemről is, hogy lesz-e folytatása az Exatlonnak, és most ez itt tényleg egy ilyen abszolút szubjektív vélemény. Én úgy érzem, hogy kicsit talán elfáradt a formátum, vagy úgy. Nyilván nézegettem a nézettségeket is, azért nagyobb volt a második, meg harmadik évadban, de ott karantén volt, szóval össze se lehet hasonlítani, így a sávjában egyébként hoztam műsor a számokat. Én biztos nem mennék már ki, az fix, de újakat egyébként megnézném, így belenéznék, ahogy versenyeznek. Nem tudom, hogy lesz-e folytatás. Mit tippeltek? Szeretnétek? Írjátok le a komment szekcióba. És azt is, hogy... Ó, várjátok, csak hoztam nektek valamit. Mit ad Isten, képzeljétek el, hogy akkorát dobtam az egyik ügyességi feladatnál, hogy az egyik homokzsák pont belerepült a bőröndömbe. Ez, képzeljétek el, ez itt egy friss, ropogós, autentikus, Exatlonban ez elrepült ez a homokzsák, és ki is szakadt, úgyhogy valahol potyog benne a homok. Akik így becsülettel végigkísérték az utamat az Exatlon során, és még ennek a videónak is eljutottak ide a legvégéig, azokhoz szeretném kisorsolni ezt a homokzsákot, és valahogy el fogom majd nektek juttatni, de hogy lehessen megnyerni. Na várj, először is
írjatok egy kettős kereszt kihívókat, legyen ez az első, mert akkor rá tudok keresni ott a kommentekre, és írjátok le utána, hogy melyik a kedvenc eszközötök. Most arra gondolok, hogy bot, karika, vagy homokzsák, vagy paritja, vagy tudom is én. Valakinek oda fogom adni ezt a homokzsákot, és aztán figyeljétek az üzeneteteket a YouTube fiókotoknál, meg hát, ha rátok tudok keresni majd Instán, és akkor valakinek odaadom ezt a homokzsákot. Na hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, ezennel lezártnak tekintem most így ezt az exatlonos élményt, vagy versenyt, vagy nem is tudom. Kicsit vissza akarok térni most már ide a YouTube-ra, meg új dolgokat szeretnék csinálni. Hamarosan találkozunk egy vlogban. 2, 3, kihívók! Sziasztok, köszönjük, hogy megnéztétek a videót!